Jó estét kívánok! Véget ért az idei Ebel kaland a Fehérvár AB 19 számára, miután ugye a Red Bull Salzburg elleni hatodik mérkőzésen idegenben 6-1-es vereséget szenvedett a csapat, ezzel pedig a Bikák jutottak 4-2-es összesítéssel tovább, és hogy milyen szájízzel ért véget az idei szezon a csapat számára, azt a mai vendégeimmel fogom megbeszélni, Szélig Viktorral, General Managerrel, a Fehérvár AB 19 SC részéről. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, jó estét kívánok, vagy jó napot! És Hári Jánossal, a csapat pontjárosával fogalmazhatok talán így. Szervusz, téged is üdvözöllek! Köszönöm! Milyen szájíz először tőled kérdezem, hogy nyilván csalódás azért volt bennetek így a végén, de hogyha a szezon egészét nézzük, akkor milyen a szátok íze? Egyértelműen volt csalódás, ugye ebben a párharcban is volt két idegenbeli meccsről vezettünk, ahol azokat hozni kellett volna, de sajnos nem sikerült. Miután kikapsz egy szoros párharcon, ugye mindig nagyon elszomorító, de ez egyébként pár nappal utána visszagondolva az egész szezonra, azért büszkék lehetünk a szezonra, így rengeteg sérült el a szezon közben, és hogy milyen keretek kellett sok meccset megnyernünk, mindenki büszke lehet. És azért az látszódott, hogy nagyon közel vagytok ez a Salzburghoz, ami azért, amely együttes nyilván egy nagyon komoly költségvetéssel gazdálkodik a volához képest. Mégis, hogy látod, mi múlott? Hiszen ha a szezon egészét nézzük, ugye akkor a bajnokság elején volt három azért viszonylag csúnya mérkőzés eredmény szempontjából a Salzburgiakkal szemben, de aztán mind az alapszakasz végén, mind a középszakaszban már látszódott, hogy azért ha úgy alakul, és egy idő után körvonalazódott, hogy úgy alakulhat, akkor közel lehettek hozzá. Szóval mi múlott ez a párharc? Hát apróságokon, a jégkorong az rengeteg kis apróságon múlik millimétereken, és mondom, ez a két idegenbeli meccs volt, amit fogni kellett volna. Ugye két perc a vége előtt kaptunk, egyszer volt, hogy amikor vezettünk, és hosszabbításokat kaptunk, meg két gólra vezettünk a harmadik, ez volt a két hiba, vagy kulcsa igaziból az egésznek. Viktor? Fölülről nézve az egészet, vezetőként nézve az egészet. Csalódás ez a Salzburg elleni kiesés, búcsú? Hát vereséggel befejezni a szezont sosem örömteli, de ahogy a Jani mondta, én úgy gondolom, hogy azért többé-kevésbé az egy pozitív dolog volt. Talán azért volt egy picit nehezebb megemészteni, mert látszott az, hogy nincs olyan nagyon nagy különbség a két csapat között, és hát igen, talán kicsit a Szíria elején egy kicsit más eredmények születtek volna, ami abszolút benne volt a pakliban, akkor lehet, hogy még nem ülünk itt, hanem még játszunk. De mondjuk a szezon elején aláírtátok volna, amikor az Salzburgban játszunk egy szoros negyed döntőt? Hát egyértelműen ugye a cél kitűzés az volt, hogy bejussunk a rájátszásba. A sikerült elérni, ugye a srácoknak, ugye az nagyon fontos dolognak tartom, hogy a top 6-ba sikerült végeznünk, tehát úgy lehetett a középszakasznak neki szaladni, hogy tulajdonképpen a rájátszásra készülünk, és ugye a srácok az öltözőben saját maguk elé tűztek ki egy olyan célt, hogy legyen hazai pálya előnye, ugye az első négybe sikerüljön végezni, ez is összejött. Úgyhogy összességében én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon, nagyon pozitív dolog volt. Persze ott, amikor láttuk, hogy Salzburggal fogunk játszani, ugye látszott, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de ahogy ismétlem magam, az is látszott, hogy nem vagyunk tőlük olyan nagyon messze. Tehát összességében igen, lehet, hogy aláírtam volna, ha a szezon előtt mondod azt nekem, hogy ilyen lesz a vége. Így most már nyilván mi sem. Ebben egyetértettünk. Említetted, hogy tényleg a sok sérültet szezon közben, és nagyon sok olyan mérkőzés volt szerintem, főleg az alapszakasz vége felé, második felében, ahol az látszódott, ha csak mondjuk idegenbeli meccseket is nézünk, ahol tényleg kis túlzással sokszor csak jegyzőkönyvből értesül az ember a meccs közben, hogy mi a helyzet, hogy jól sikerültek azok a mérkőzések, ahol tényleg éppen megvolt a három sorotok. Igen, hát mondjuk, mint jégkorong, szerencsére főleg idén olyan játékosok voltak, akik nagyon örültek, hogy ugye a kevesebben vagyunk, akkor mindenkinek több jégidő jut, és ezt én nagyon szerettem, és szerencsére még sok hasonló gondolkodású ember volt a csapatban. De persze hosszú távon, főleg egy rájátszásban az nagyon fontos, hogy meglegyen egy mélysége a keretnek, és ugye nagyon sok kulcsember esett ki, és talán még ez volt a kis hiányos most a Salzburg ellen a végére. És mi volt egyébként szezon közben a fordulópont, mert ugye az első pár meccsen jól indultatok, aztán utána jött egy ilyen tizenpár meccses kevésbé jó széria, hogy így fogalmazzak, és az október végétől nagyon beindultatok.
Szerintem kicsit megtalálta mindenki a saját feladatát a csapatban. Megjött a segédedző Upi, illetve a lelkes nevét az a baj. Ő nagyon jó megsegítette a taktikai elemekben a csapatot. A Hanno egy nagyon jó motiváló, és az Upi egy nagyon jó játékot meglátó edző, és így minden összeállt, és elkezdtek működni a sorok. Megjött az önbizalom mindenkinek, és abból könnyen lehet tovább menni. Tényleg ennyit számít egy segédedző érkezése, aki mondjuk te kiegészíti a vezetőedzőt? Úgy gondolom, hogy csatlakozni tudok a Janihoz, ők azok, akik igazából belülről látták ezt az egészet. Igen, tehát annyira felgyorsult a jégkorom, úgy gondolom most már, olyan gyorsan történnek az események, hogy ezt egyember nagyon nehéz követni. Sokkal könnyebb lehet a munka megosztás. Az egyik ember az, aki inkább a stratégiára és a motivációs részére figyel, a másik sokkal jobban tudja a részleteket a helyükre rakni, vagy azokra koncentrálni. Tehát ez is olyan dolog, mint a játékosoknál csapatmunka. Az edzői tím, én úgy gondolom, hogy jól vizsgázott ebben a szezonban. Akkor a hoki is tart abba az irányba, ami például labdarúgásban is akár megfigyelhető, hogy gyakorlatilag poszt-specifikus edzők vannak, tehát nagyon komoly stábban. Most olvastam, hogy valamelyik német csapat, most egy jó pár hónap ezelőtt kifejezetten arra alkalmazott játék, vagy stábtagot, hogy a bedobásokat fejleszék. Tehát, hogy ebbe az irányba halad a jégkorong is? Apró lépésekkel, de azért még nem tartunk a ott. Más a büdzsé nyilván. Igen, nem tartunk ott, hogy annyi edző van, mint ahány játékos, de nem is hiszem, hogy a hokiba ez fontos, de nekünk úgy látszott, és úgy éreztük, hogy ez kell, és szerintem ez Anti Karhula személyében meg is találtuk a megfelelő szemét. Jani, térjünk vissza akkor a szezonhoz. Ugye tényleg nagyon szépen zártátok az alapszakaszt, és aztán a középszakasz eleje az megint nem sikerült jól. Én picit azt éreztem kívülről, hogy volt egy ilyen nagyon erős hurrá hangulat az alapszakasz végeztében. Sokan beszéltek arról, hogy az utolsó 30 meccs alapján, az utolsó 20 meccs alapján az első, vagy a második, vagy a harmadik helyen kéne állni a volánnak, és aztán jött egy olyan első pár mérkőzés a középszakaszban, amely után úgy tűnt, hogy itt akkor a hatodik hely lesz. Ez minek volt köszönhető? Titeket is picit elkapott ez a hurrá hangulat? Ez nem kapott minket el, de szerintem meg nagyon könnyű, meg magyarázata van, hogy miért kezdődött ez így, mert ugye, ahogy mondtuk, az utolsó 25-30 fordulón keresztül szaladtunk ezért a hatodik helyért, és tényleg az időszak alatt egy-két rosszabb meccsünk volt szerintem összesen, és mikor hosszú időn keresztül tényleg csak három sorral, meg mentálisan ez a maxot ki tudtuk hozni magunkból, és rengetegszer fel kellett töltődni a maxra, mintha rájátszás meccsek lettek volna, akkor kicsit azért leült a kicsit megfáradt a csapat mentálisan szerintem ebből, és kellett ez a kis időszak, még a végére megint össze tudtuk kapni magunkat. Tehát jól értem, volt egy erős cél, hogy kerüljetek be a felsőházba, ez megvolt, és ez egy picit utána egy ilyen mentális, nem is az, hogy törés, de valami fáradás inkább, fáradást, mert nagyon sokszor maxon volt a csapat, és azért rengeteg meccs van, és mikor ennyi időn keresztül, mondjuk két hónapon keresztül tényleg maxon tudott teljesíteni a csapat rengeteg meccsen, akkor egy picit utána nem volt meg ugyanaz a tűz egy pár meccsen keresztül sajnos. Milyen ez a csapat egyébként belülről? Mert emlékszem, a szezon elején kérdeztem Hannu Jervenpe mestert, azt mondta, hogy a tavalyi csapathoz képest egy picit hát kevésbé jóképűbb a csapat, viszont sokkal inkább egységes és sokkal jobb az öltözői hangulat. Ez pár héttel mondta a felkészülés kezdete után. Milyen volt belülről ez az idei szezon a légiósokkal, a fiatalokkal, a magyar maggal? Nagyon jó volt, nagyon jó szállt a csapat idén, és tényleg nagyon egy irányba húzott a csapat, és mindenkin azt lehetett érezni, hogy mindenki a csapat sikeréért van ott. Persze mindenki megcsinálta a saját munkáját is, hogy ő maga jól tudjon teljesíteni, de mindenki a csapatot tette első helyre, és ez nagyon látszott az eredményeken. És ugye aztán a középszakaszban megint jött egy olyan periódus, vagy egy olyan szakasz, ugye az utolsó néhány mérkőzés, amikor hát már-már szinte kilátástalan helyzetből visszahoztátok azt, hogy mégis meglegyen a pálya előny, mert azért az utolsó három meccsnek úgy mentetek neki, hogy hát sok mindenki kezében volt a sorsotok, de nem a sajátban. Annyit lehetett tűnni, az összes meccset meg kell nyerni három forduló a vége előtt. Ezt így hogy sikerült mégis feldolgozni, erre újra fölpörögni, ugyanúgy az alapszakaszban föl kellett? Hát ugyanúgy jött a közelítő rájátszás, és azért
ezt mindenki érzi ilyenkor, és elkezdett kicsit jobban oda tenni magát, oda készülni megint, és volt egy megbeszélésünk is ott közben valamikor szerintem, hogy most már tényleg vissza kéne állni a saját játékunkra, még ha nem is nyerünk meccseket, ha még ki is kapunk, de a játék az legyen ott a helyén most már, és ez összejött, és sikerült nyerni 4-et az utolsó 5-ből, vagy valami ilyesmit. Hát valahogy pontosan. A utolsó 3 biztos, hogy hoztátok erre, határozottan emlékszem. Viktor kívülről milyen volt ez a picit kevésbé jó kezdés, és aztán a remek befejezés a középszakasz tekintve? Ugye korábban mondtam már, hogy az, hogy bejutottunk a... Tehát ez a tulajdonképpen a legegyszerűbb módja, hogy bekerüljél a játszásba, de hát bitang nehéz, hogy ebben a mezőnyben, a top 6-ba tudjon végezni a csapat. Igen, ott egy kicsit talán elfogytunk mindenféle szempontból, de hát hál' Istennek odaértünk. Tehát úgy gondolom, hogy ez nem volt olyan tragikus, tehát nem azért végződött a szezon így, mert akkor az a része a szezonnak nem a legélesebb formája volt a csapatnak, de úgy gondolom, hogy az igazi erőssége ennek a társának az volt, hogy amikor nagyon kellett, akkor mindig oda tudta tenni magát. Ugye értem itt a Magyar Kupa küzdelm, tehát a Magyar Kupa meccseket, akkor itt a top 6-ba kerülést, a szezon végét, a középszakasznak a végét. Tehát úgy gondolom, hogy mindig, amikor kellett, akkor a csapat a jó formáját tudta mutatni. Hát ha már Magyar Kupát szóba hoztad, mennyire volt ez egy szerencsés, vagy hát kívül úgy tűnik inkább egy szerencsétlen időpontválasztás, hogy az elődöntő döntőt azt tulajdonképpen ugye úgy kellett lejátszani, hogy mind a Volánnak, mind pedig ugye a másik két nem magyar bajnokságban szereplő együttesnek a legfontosabb része jött a szezonnak az alapszakasz tekintve. Azt azért értettük, hogy 4 csapatot 3 különböző bajnokságból, 3 különböző programmal valahogy szinkronba hozni, az nem egy egyszerű feladat. Én nagyon remélem, hogy lesz majd még ilyen küzdelem, hiszen szerintem a nézők is kíváncsiak rá, és jó is az, hogyha különböző kiírásokban szereplő csapatok tudnak egymással játszani, de remélem, hogy sikerül majd valami szerencsésebb időpontot kitalálni erre a következőkben. Ugye nekünk is az egy mérkőzésünkbe került rögtön az elődöntő után, ugye, és az ellenfelének is, a DVTK-nak sem jött akkor ki ott a lépés. Hát az látszott, hogy ők fizettek ezért nagyobb árat, ugye ők neki nem sikerült a top 6, pedig akkor még ők is versenyben voltak érte. Jani, ti mennyire élveztétek ezt a Magyar Kupa időbeosztást? Hát főleg, hogy az hiszem, az Neumo meccs volt pénteken, és előtte kellett csütörtökön elődöntőzni. Mennyire egy őszint, tehát az idő az nem volt semennyire jó, mert mi játszottunk vele te elsőjén is. Ez 3., 4., 6. nekünk, ez nagyon komoly volt, ugye a DVTK-nak persze elsőjén nem volt meccsük, úgyhogy azért pihentebben jöhettek erre. De hát benne van a programban, le kellett játszani, és meg kellett nyerni, és ezt összehoztuk, és utána örült mindenki. Szurkoló, játékos, nyerni mindig jó mindent, úgyhogy utólag csak jó emlékünk van. Ugye a szezon még nem ért véget, de hogyha, mert ugye lesz még válogatott program, hogyha így az egészet eddig nézed, akkor hova kerül ez a mostani szezon a te pályafutásodban? Magyar Kupa győzelem, Ebel negyed döntő, és az 59 meccsen több mint 70 szerzett pont, az nem rossz, és akkor finoman fogalmaztam. Ez is hova kerül nálad a polcra? Mindenféleképpen magasra idáig, mert ez egy jó kijött szezon volt egyénileg is, és főleg az, hogy a csapattal is sikereket tudtunk elérni. Hát nem öröm 60-70 pontot csinálni, hogyha utolsó előtti vagy, és mindig kikapsz, akkor inkább csinálsz 40-et, és nyersz minden meccsen. Úgyhogy így mindenféleképpen nagyon jó emlékekkel fogok visszanézni erre a szezonra. Mind abból, hogy csapattársak milyenek voltak, az edzők, a teljesítmény, a saját teljesítmény, a csapat teljesítmény, úgyhogy ezek jó emlékek maradnak. És a sikerült egy picit visszahozni megint a hoki örületet Fehérvárra, hogy így január közepén már nem legyintettek az emberek, hanem elképesztő tűzben voltak, és akkor a folyamatos teltház előtt játszottatok. Egyértelmű, de hát ez a szurkoló is azt szeret, hogyha a csapat közt hajt, nyer, azért az is nagyon fontos, amikor beül az autóba a meccs után, és arra emlékszik, hogy lőttünk 4 gólt és nyertünk. Mint hogy aki kapsz, akkor szívesebben jössz vissza egy meccsre. Én is, aki megyek bármilyen sportágra, akkor azért szívesebben megyek vissza, hogyha tényleg jó volt a hangulat és a csapat nyert. Akkor beszéljünk, ha már megemlítettem a válogatott programot, hogy a Kazaksztánban világbajnokság. Most hogy néz ki a te programod a következő hetekben? Hát mi hétfőtől megyünk Budapestre a
csatlakozunk a felkészüléshez. És van nem tudom mennyi, 3-4 hét felkészülés, pár edzőmeccs, és utána remélhetőleg irány Kazaksztán. Messze van még, mert ugye nagyjából egy hónap múlva kezdődik a világbajnokság, de hogy látod az esélyeket? Mint minden másik évben, akármi megtörténhet, ez egy hetes történet, itt tényleg csak jó, hogy kijön a lépés azon a 3-4 meccsen, és akkor megvan a jó eredmény. Mennyire lesz ez egy szoros világbajnokság? Az utóbbi időben azért rendre azok, de mennyire lesz, mondjuk ez egy szoros, vagy talán kevésbé szoros, mint a korábbi években, hogy látod? Szerintem ugyanolyan szoros lesz, mint a tavalyi, meg a tavaly előtti, meg az előtti most már, úgyhogy utóbbi években ez a divíza egy nagyon szoros mezőny lett, és kicsit most még szorosabb lett az utóbbi két évben, mert olyan csapatok jutottak föl, akinek nem kéne följutni, szóval gyengébb csapatok jutottak föl, mint akik maradtak, és így föntre megélnek erősek, és így nagyon össze, nagyon szoros mezőny van így. Hát meglátjuk, nagyon szurkolunk majd. Beszéljünk akkor a klub életében a jövőről. Mennyire zajlanak már most a tárgyalások, kik azok, akiknek már biztos, hogy van szerződése a következő szezonra, ki az, akit, hát jó, nyilván nem fogod elmondani, ki az, akikkel tárgyaltok, ki az, akinek már van szerződés, és milyen ütemben haladtok most? Ugye a srácok leteszik a kocsaját, vagy a válogatottra koncentrálnak, akkor mi meg fölvesszük a tollat meg a telefont. Tehát egy kicsit így ilyen szempontból nem feltétlenül vagyunk szinkronban. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a következő évi csapatot összerakjuk, mert tavaly voltak olyan fiatalabb játékosok, akik két évre írtak alá, tehát nekik még automatikusan a következő szezonban is élő szerződésük van, és hát folynak a tárgyalások továbbra, és nem akarom az összes poént lelőni, mert ha jól tudom, akkor még tervezünk majd nem sokára valami bejelentés, de ami már elhangzott, az, hogy az Erdély család ugye marad a következő két évben is, itt Fehérváron, az Edrus Szarauer is marad a következő két évre itt Fehérváron. Most összességében 10 játékosnak van szerződése a következő szezonra. Ezek magyar játékosok, tehát azon dolgozunk, hogy először a magyar magot összerakjuk, a jövőre azért lesznek változások, így a pontrendszerben, az EBL-ben, tehát 11 légiósban fogják maximálni a légiós létszámot, úgyhogy fontos, hogy először a magyar magot próbáljuk meg összerakni, és akkor utána nézzük meg a légiósok közül ebben a szezonban, hogy ki az, akire számíthatunk, és ő is gondolkodik bennünk, majd utána körülnéz egy picit a játékos piacon, ha folyamatosan zajlik a következő csapatnak az összeállítása. Ez a szabálymódosítás, ez nekünk mennyire kedvez? Tehát mennyi az sok jó magyar játékos van, akiből lehet válogatni, mert abban a szempont, hogy ha van sok jó magyar játékos, akkor nekünk jó lehet, hogyha mondjuk egy Salzburg nem költheti orba szájba az eurókat arra, hogy minél több légiost hozzon. Mennyire kedvez ez nekünk? Mi körülbelül ott voltunk a 11-es számnál, ugye időn 12 külföldi játékosunk volt, ez betudható itt a sérüléseknek is, és a szezon második felébe való igazolásoknak, ezek limitálva lesznek majd azért minden csapatnál. Az Salzburg mondjuk pont az a csapat volt, aki belefért ebbe a 11-es limitbe, de hát nem volt. Több olyan osztrák csapat volt, aki több külföldivel játszott, mint 11. Biztos vagyok benne, egy picit átrendezi majd az erősorrendet. Én azért annak örülnék, megmondom őszintén, hogyha több olyan versenyképes magyar játékos lenne, akit le tudnánk igazolni, akkor biztos, hogy talán még versenyképesebb lenne ez a társaság. Ilyen szempontból is nagyon kíváncsi vagyok a következő szezonra. Biztos vagyok benne, hogy egy picit az erőviszonyok azért átrendeződnek majd. Így, hogy van két extraligás, szlovák extraligás magyar csapat, így mennyivel lett nehezebb a volán helyzete, hiszen az már nem szól egyértelműen a csapat mellett, hogy nemzetközi ligában szerepelhet. Mindenképpen konkurencia számunkra, ugye az is egy jó nemzetközi bajnokság, vonzó lehet a játékosoknak, de ez nem egy új történet tulajdonképpen, tehát azért a jó pár évvel ezelőtt kialakult ez a másik két bástya is, itt a magyar égkorunkban, most a DVTK-ról is a Macról beszélek, tehát nekünk erre talán időnk is volt fölkészülni, és tudtuk, hogy ez jön, úgyhogy ez abszolút nem újdonság, most már három csapat versenyez azért a még mindig nem túl széles magyar jó bázisér, akiket mondjuk ilyen szinten is bátran az edzőbe tehetnek a pályára. Mekkora ez a szám egyébként, csak így hozzávetőleg, akikből válogathat ez a három külföldi ligában szereplő csapat? Nem akarok butaságot mondani, de lehetne sokkal nagyobb is. Én remélem, hogy ez azért évek múlva azért sokkal nagyobb lesz nálunk.
Én úgy gondolom, hogy ez a Titánok projekt ez ebben a szezonban nagyon jól működött. Hát azért vannak olyan srácok, akikben látunk fantáziát, hogy esetleg majd lehetnek húzó emberei egy pár év múlva ennek a Fehérvári Ebel projektnek. Mi lenne az ideális a jövő évi szezon keretét tekintve, hogy ennek a mostani csapatnak mekkora hányada maradjon együtt? Tehát hiszen nyilván Jermepemest is látja így a majdnem 60 mérkőzés után, hogy ki az, aki tényleg bevált, akár légiós, akár magyar játékos, akár fiatal játékos tekintetében, ki az, aki kevésbé, vagy ki az, aki helyett más típusú bekre vagy centerre van szükség. Jó szezonunk volt, én úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk, ugye az edzői stáb marad, Jervenpa mester és Karhula mester maradnak, tehát nem szeretnénk olyan nagyon sokat változtatni, elsősorban a filozófián nem szeretnénk, és azt, hogy milyen jégkorongot játszunk, az meg természetes, hogy lesznek változások azért a keretben. Egy dolog az, hogy mi mit szeretnénk látni, vagy egy másik dolog az, hogy esetleg ez találkozik az adott játékosnak az elképzeléseivel, és biztos a büdzsénk az körülbelül azonos lesz az előző szezonhoz képest. Játékosok valószínű, hogy a jobb szezon miatt egy kicsit talán többet szeretnének kapni. Ez teljesen normális folyamatok zajlanak. Meglátjuk majd, hogy mik lesznek azok a közös nevezők, és akikkel ezeket meg tudjuk majd találni. Egy 59 meccsen több mint 70 pontot szerző játékos az Ebelben mennyire nehéz megtartani? Én úgy gondolom, nagyon, de... Hát ez tulajdonképpen ez is, én is azt mondom, hogy ez is a normális folyamatok egyike. Tehát ha valaki tényleg olyan szezon produkál itt, ami tényleg figyelemre méltó, akkor arra nem csak itt fogják a tenyerüket összecsapni és fölfigyelni, hanem a nemzetközi jégkorong világban is. Tehát ezzel nagyon nem tudunk mit kezdeni. Hát meglátjuk majd, hogy mit az a jövő. Jani, napi mennyi telefonhívást kapsz? Szerencsére sem mennyit most már. De volt azért egy időszak, amikor ez sok volt, és ez kicsit zavaró is volt, de szerencsére ezt tudtam az ügynökömmel megbeszélni, hogy ő intézze minden telefonhívás, és ne kelljen foglalkoznom ezzel a szezon végéig. Ha a pályafutásodat tekinted, akkor mi a nagy álom ott van még előtted adott esetben, egy NHL? Mindig a álom az mindig van, és mindig annyiszor láttam már a hokiban a gyorsan fölfelé menést, lefelé is ugye ez meg tud történni, de rengetegszer látni ezt, hogy egy-egy jobb szezon után, utána még egy jó szezon, és itt-ott kikötnek emberek. Mindig a következő feladatra kell csak koncentrálni, és a legjobbat kihozni a adott szezonból, meccsből, edzésből, és utána majd kiderül, hogy mire elég. Akkor úgy kérdezem, hogy a mostani Hári János mondjuk, Hári János, te mondjuk melyik ligában tudnád elképzelni, mi lenne neked mondjuk ez az ideális következő lépcsőfok? Hát valamelyik európai topligában, és ott szeretnék jót teljesíteni jövőre. És gondolom, akkor szurkolók holnap pénteken találkozhatnak veled is a szurkoló Jankéton. Minden egyértelműen ott leszek. Gondolom veled is, Viktor. Mindenképpen ott leszünk, és várjuk a szurkolókat is nagy szeretettel. Meg a kérdéseket is gondolom. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hát ezt is gratulálok a szezonhoz. Jani, neked sok sikert akkor a válogatotthoz, meg nyilván a komplet magyar válogatottnak. Nagyon fogunk szurkolni nektek. Köszönjük. Viktor, nektek pedig akkor a zöld asztal mellett kívánok sok sikert, hogy legalább ilyen jó legyen ez a volán, mint a jövő év, mint az idei, mert ezt a csapatot szerintem lehetett is szeretni, meg azért ez egy jó szezon volt, én azt gondolom. Köszönjük szépen, hát egy kicsit magasra raktuk magunknak is a lécet, úgyhogy megpróbáljuk majd újból megugrani ezt a szintet. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Önöknek pedig köszönöm már a figyelmet, ez volt a Bajnokok Városa, ezzel a műsorral legközelebb majd egy hét múlva csütörtökön találkozhatnak. Viszontlátásra!